Sziasztok! Üdv újra a csatornán! Ezt a videót néhány kedves férfi ismerősöm ihlette, akik napokig tartó röhögögösben szenvedtek, miután megnézték a májusi kedvenceimről szóló videómat, amiben megemlítettem, hogy létezik mosható intim betét, amit egyébként én is használok. Az más kérdés, hogy a csatorna tematikája az nem nekik szól, tehát nem ők az én célcsoportom, viszont azt legalábbis furcsának találtam, hogy 40 felé közeledő férfiak, családapák mit találtak olyan mulatságosnak azon, hogy mosható intimbetét is létezik, pedig abban a videóban még nem is beszéltem a menstruációs kelyhekről vagy tölcsérekről. A tampont, a tisztasági betétet és a betétet gondolom mindenki ismeri, de ezeknek is létezik egyébként egészségesebb verziója, ami biopamutból készült és nem klórral fehérítették, úgyhogy ha eldobható változatra van szükségem, akkor én is inkább ezeket részesítem előnyben. Ezen kívül szerintem elég, hogyha csak abba belegondolunk, hogy nagyanyáink és dédanyáink korában egyáltalán nem álltak rendelkezésre ezek az eszközök, sőt, szerintem túlzás nélkül állíthatom azt, hogy a Föld női népességének körülbelül a fele ma sem engedheti meg magának ezeket a kényelmi eszközöket, amit mi itt a fejlett világban, mert egész egyszerűen vagy nem kapható, vagy pedig nincs rá pénzük. Példaként megemlíteném Indiát, ahol a szegényebb régiókban a lányok és a nők ronydarabok és vászoncsíkok felhasználásával kénytelenek átvészelni a menstruációs ciklusukat, ami hát egy korántsem kényelmes dolog természetesen, és csak mi itt a fejlett országokban vagyunk elkényeztetve ezekkel az eldobható, kényelmi funkciót betöltő menstruációs eszközökkel. Sőt, sajnos olyan történeteket is hallani, amiknek szerintem 2017-ben nem szabadna megtörténniük, hogy például Indiában sokszor kicsapják az iskolából az éppen menstruálni kezdő kislányokat, mert hogy nem áll rendelkezésükre betét, és emiatt tisztátalannak nyilvánítják őket. Visszatérve a mosható intim betétekhez, ezek tulajdonképpen ennek az ősi módszernek, amikor még ugye rongyokat és vászondarabokat használtak a nők a menstruáció során, tehát ennek a modernkori nyugati világra optimalizált változata, és már is mutatok nektek néhányat, viszont felmerülhet bennetek a kérdés egyébként, hogy miért jó ez, tehát miért nem jó az eldobható betét. Hogyha csak abba belegondolunk, hogy éves szinten a nők csak a tampon és betét használattal hány millió tonnányi hulladékot termelnek, akkor már is indokolttá válhat, hogy kipróbáljunk egy olyan alternatív környezetbarát megoldást, amivel kicsit mi is tehetünk azért, hogy zöldebb legyen a Föld. Ebben a kis színes neszeszerben tartom a mosható betéteket, és mindjárt mutatom, hogy is néznek ezek ki. Nagyon-nagyon vidám dizájnjuk van, vidám mintákban lehet kapni. Ez például egy nagyobb méretű, ezen malackák és maci van. Aztán van még nekem egy ilyen kis cicás, van egy nagyon vicces kis Garfieldosom, van egy, ez a kedvencem, ez a nagy cicás. Ezen nyuszikák vannak, ez egy tisztasági betét méret. Igen, és most pillanatnyilag ennyi volt a neszeszerben. Aki nem olyan gyereklelkű, mint én, és nem szereti az ilyen kis cuki állatkás tiritarka mintákat, azok rengeteg más egyéb dizájnból választhatnak. Vannak közöttük kifejezetten nőies, virágos mintájúak, de egészen egyszerű, letisztult dizájnnal is kaphatók ezek a betétek. Beszéljünk egy kicsit a betétek méretéről. Látjátok, hogy van itt ilyen egészen nagy is, illetve kisebb változatok. Többféle méretben készülnek, és nem csak hosszúságra, hanem szélességre is. Tehát mindenki az egyéni adottságainak, illetve a vérzése erősségének megfelelő betéteket tud választani. Ezek a legkisebb méretek, mint például ez a cicás betét, ez ekkora egy hagyományos normál betéthez képest. A tisztasági betét, ugye az eldobható az ekkora méret, és már is keresem a mosható változatot. Igen, itt is van, ez pedig ekkora.
Tehát ahogy látjátok, nagyjából ugyanarról a méretről beszélünk. A betétek oldalán van két kis patent, amik arra szolgálnak, hogy a fehér neműhöz tudjuk rögzíteni őket. Ezek egyébként nikkel és rozsdamentesek, úgyhogy a fémallergiásoknak sem okoz problémát a betét viselése. És már is megmutatom, hogy hogy kell a fehér neműre rögzíteni. Tehát itt van a bugyinak az a része, ahova a betétet szoktuk helyezni. Annyit kell csinálnunk, így mutatom, hogy látszódjon, hogy ide helyezzük a mosható betétet, és hátul egész egyszerűen így összekapcsozzuk, és már rajta is van a fehér nemű. Az anyagát tekintve a felső réteg az egy pamutvászomból, illetve bambuszból készült réteg, az alja pedig egy vízzáró réteg, és attól ilyen szép vékony, tehát gyakorlatilag szinte láthatatlan, hogy egy speciális eljárással összepréselik az egészet. Ha éppen nem otthon szeretnénk betétet cserélni, akkor ennek is nagyon egyszerű módja van, mégpedig fogjuk a használt betétet, így összehajtjuk a két patenttal, így egyszerűen összekapcsozzuk, és én ezeket bele szoktam tenni ilyenkor egy ilyen kis visszazárható tasakba, és utána pedig vissza a neszeszerbe, és amikor hazaérek, akkor kimosom. És akkor térjünk is át arra, hogy hogyan kell ezeket tisztítani, és mi a leghatékonyabb módja annak, hogy tényleg használat után is olyanok legyenek, mint az újak. Ehhez pedig nem kell mást tennünk, mint vásárolnunk egy marhaepe szappant. Most a fiúk biztos megint röhögnek. Ez tényleg egy marhaepéből készült natur szappan, ami kiválóan megbirkózik a vérfoltokkal. És az eljárás pedig úgy néz ki, hogy a foltos betétet először hideg vízzel átöblítjük, utána fogjuk a marhaepe szappant, amit egy kicsit bevizezünk, átdörzsöljük vele a betétet, kicsit szintén hideg vízzel megdörzsöljük az egészet, ilyenkor általában már minden folt eltűnik, és utána, hogyha még valaki szeretné, akkor 30 fokon mosógépbe ki lehet mosni. Az nagyon fontos, hogy öblítőt ne használjatok, amikor a betéteket mossátok, mert károsíthatja az anyagot, és már nem lesz olyan, mint újkorában. És szerintem célszerű még mosózsákba is beletenni őket, hogy meg tudjuk óvni minél tovább az állagokat. Egy ilyen betétet egyébként legalább 60-szor kimoshatunk anélkül, hogy bármilyen minőségromlás bekövetkezne. Ez körülbelül egy 5 éves időtartamot jelent, tehát addig nyugodtan lehet használni. Hát és akkor beszélek nektek egy kicsit a tapasztalataimról, mert most már lassan 3. hónapja használom ezeket az egyébként Emilla márkájú betéteket, és aminek nagyon örülök, hogy ugye van tisztasági betét méretem is, tehát aki tisztasági betétet is használ, az napi szinten tényleg rengeteg hulladékot termel, úgyhogy ezt tök jól ki tudtam váltani a mosható betét használatával. Nekem az a tapasztalatom, hogy szinte el is felejtem, hogy használom a betéteket, nem csak naponta, hanem menstruáció alatt is. Egyáltalán soha nem tapasztaltam még, hogy szivárgott volna, átázott volna, kényelmetlen érzés lett volna. Tehát semmilyen negatív dologról nem tudok nektek beszámolni, és azzal sem volt sosem gondom, hogy maradéktalanul eltávolítsam belőlük a foltokat. Úgyhogy én maximálisan elégedett vagyok. Vannak olyan nőtársaink, akik sajnos allergiásak az eldobható betétek anyagára, és ez a mosható intim betét nekik is jó alternatíva lehet, mert az anyaga bio és 100%-ig bőrbarát, úgyhogy nem kell tartani attól, hogy bármilyen kedvezőtlen allergiás reakciót váltanak ki. Ha felkeltették a mosható betétek az érdeklődéseteket, akkor lent az infoboxban megtaláljátok az ezzel kapcsolatos linkeket, és hogyha hasznosnak találtátok ezt a videót, akkor kérem, hogy nyomjatok egy lájkot, és írjátok meg kommentben, hogy ti mit gondoltok ezekről a betétekről, illetve hogy kipróbálnátok-e őket. Köszönöm, hogy velem tartottatok, hamarosan újra találkozunk, legyen szép napotok, sziasztok!